Június 17-én tartották a ballagást és a tanévzárót a Deák iskolában. A két végzős 8. osztály 53 fője fejezte be általános iskolai tanulmányait. Az eseményen Bors Dorka 7. B osztályos tanuló köszönt el a végzős diákoktól, majd Szolnoki Tibor vezényletével az iskola énekkara adott műsort. Ezután a 8. osztályosok köszöntek el iskolájuktól, tanáraiktól és diáktársaiktól. Műsorukban Kis Viktória mondott verset, majd Bakonyi Zoé búcsúzott a diák évektől. A végzősök a hagyományok szerint szalagot kötöttek az iskola zászlajára. Takácsné Huszildikó intézményvezető ünnepi beszédében útravalót is adott a ballagóknak. Útravalóul mit kívánok nektek? Talán azt, hogy mindannyian találjatok rá az utatokra, legyetek sikeresek, de közben figyeljetek egymásra, másokra is. Legyetek erősek és kitartóak, hogy céljaitokat elérjétek. Emlékezzetek mindig társaitokra és az iskolára, tudjátok honnan indultatok, és tanuljatok, mondta az igazgatónő. A ballagási ünnep utolsó részében elismeréseket adtak át. Baracskai József polgármester a közösen Zalaszentgrótért díjat, Bóbics József az évdiákja alapítvány díjat, Kovács László önkormányzati képviselő pedig az OTP Bank által felajánlott az év legígéretesebb tehetsége díjakat is átadta a tanévet záró eseményen.